Az ünnepélyes átadóra műsorral készültek az óvodások. A Halpiac téri óvodában immár 7 osztály működik összesen 155 gyerekkel. Az oktatási nevelési intézményben ezúttal komplex felújítás történt. Továbbá a korábban gazdasági pavilonként működő részben új osztályt alakítottak ki. Felújítás, ami tényleg érinti a tetőteret, az ablakok cseréjét, a külső tatarozás szint kapott, szigetelést kapott, a fűtésrendszert így jobban fogjuk tudni szabályozni, és ennek nagyon örülünk. Azt hiszem, hogy a gyerekeknek is, az itt dolgozóknak is, a szülőknek is ez egy pozitív változás. Biztosan, hogy a mostani energiaínséges helyzetben, amikor is a energiaárok elszálltak, akár a villany, akár a gáz, akár a fűtés ára, tehát ebben a szempontból mindenképpen hasznos ez a beruházás. 729 ezer euróba került összességében ennek az óvodának a felújítása, de nem csak a felújításra gondoltunk, és a pályázatunk, amit Európai Uniós pályázatként fogalmaztunk meg, hanem még egy osztállyal is bővítettük a kapacitását. Tehát ebből, hogyha összességében veszük, 531 ezer euró volt az Európai Uniós forrás. A város biztosította továbbá az 5%-os önrészt, illetve a felújítás során felmerülő további szükséges rekonstrukció elvégzésére 170 ezer eurót fordított.